Ó... Anasztázia a beköszöntő sötétedéskör a búvó helyek egyikébe, zömmel barlangba tér nyugovóra, melyeket az erdő lakói készítenek számára. Meleg időben kint a fűben is képes aludni. Rögtön ébredés után a felkelő napot, az ágakon megjelenő új hajtásokat, az új növénykéket köszönti lelkes örömmel, melyek épp most dugták ki a földből. Kezével megérinti, simogatja őket, máskor suttog nekik valamit. Majd a kisebb fákhoz fut, és törzseiket paskolgatja. A fák megrezzenő koronáiból valami hullik rá, ami virágporra vagy harmatra hasonlít. Utána leheveredik a fűbe, és úgy perci percig kicsattanó örömmel nyújtózkodik, forgolódik, így egész testét valamiféle nedves krém fedi be. Majd nekiíramodik, elfut a tóhoz, beleugrik, csapdossa a vizet, csapdossa, és alámerül. Belemerül az egészségbe. Kölcsönös kapcsolata az állatok világával, mely körülveszi őt, az ember és a házi állatok közötti kapcsolatra hasonlít. Míg reggeli toalettjét végzi, az állatok közül sokan figyelik őt. Maguk nem közelednek hozzá, csak oldalt áldogálnak, hogy nézhessék. Elég akár melyikükre csak rápillantania, és alig látható mozdulattal intenie neki. A magát szerencsésnek érző állat pedig boldogan rohan, és szinte lábai eléveti magát. Láttam, ahogy reggel bolondozott és játszadozott a farkassal. Mintha a legjobban idomított kutya lenne. Anasztázia a farkas hátára csapott, majd hirtelen futásnak erett. A farkas megpróbálta utolérni őt, és amikor már majdnem sikerült is neki, Anasztázia hirtelen még futás közben mindkét lábával felugrott, egy fa törzsétől elrugaszkodott, és azonnal másmerre iramodott. A farkas a nagy lendület miatt elfutott a fa mellett, majd megfordult, újra neki lódult, hogy utoléri a kacagó Anasztáziát. Anasztázia egyáltalán nem törődik azzal, hogy mit fog felölteni, mit fog enni. Legtöbbször félmesztelenül vagy teljesen mesztelenül jár. Általában szédrus magot fogyaszt, valamiféle növényeket, epret és gombát is. A gombát csak szárítva eszi. Maga sosem szedt sem gombát, sem magvakat, nem gyűjtöget semmit, és még télre sem raktároz el semmilyen tartalékot. Mindenről a számtalan mókus gondoskodik, melyekből itt rengeteg él. Abban, hogy a mókusok élelmet raktároznak télire, nincs semmi különös. Ezt maguktól teszik, ösztönüknek engedelmeskedve. Engem valami más, valami egészen más ejtett álmodba. Ha egy mókus Anasztázia közelében van, és ő csettint ujjaival, az hanyat homlok rohan, ráugrik a kinyújtott keze ujjára, hogy átnyújthassa neki a már megtisztított magyaró magocskát és amikor behajdított lába térdére csap, a mókusok valamilyen hangot adnak ki, mintha más mókusokat is hívnának, a lábai elé a fűre kezdenek hordani mindenféle szárított gombát, valamint más, általuk elraktározott dolgot. És, ahogy ezt megfigyeltem, teszik ezt a lehető legnagyobb örömmel. Azt gondoltam, hogy Anasztázia tanította be őket, de elmondta, hogy viselkedésük úgymond ösztönös, a mókus mama maga is erre tanítja kicsinyeit, saját maga mutatva nekik példát. Lehet, hogy réges régen valamelyik ősöm tanította meg őket, de valószínűbb, hogy voltaképpen ez életük rendeltetése. Télire minden egyes mókus nagy készletet raktároz el, a többszörösét annak, amit maga el tud fogyasztani. Arra a kérdésre, hogy hogy létezik az, hogy te télen ruha nélkül nem fagysz meg? Anasztázia kérdéssel válaszolt. És a ti világotokban nincs példa arra, hogy az ember képes megfelelő öltözék nélkül is nehéz vagyokat kibírni? És eszembe jutott Porfili Ivanov könyve, aki akármilyen fagyis volt, alsó vatyában és mezitláb a könyv arról is beszámolt, hogy a fasizták, hogy próbára tegyék a -e rendkívüli orosz ember ellenálló képességét, 20 fokos fagyos hidegben vízzel locsolták és messzelenül motorbiciklire ültették. Gyermekkorában az anyatej mellett Anasztázia még különböző állatok tejét is szokta. Az állatok maguk engedték őt mellükre. Az evésből egyáltalán semmi gondot sem csinál, Sosem ül le csak azért, hogy egyen. Itt-ott letép egy epret, jártában keltében valamilyen fűhöz szalad, folytatja foglalatoskodását, teszi tovább a dolgát. Három naposra sikerült látogatásom végén már nem tudtam hozzá úgy viszonyulni, mint találkozásunk kezdetén. Amit ugyanis láttam és hallottam, Anasztáziát számomra valamiféle lényé változtatta, nem állattá mert magasfokú értelemmel rendelkezik, hiszen olyan emlékező készséggel bír, hogy agya olyan, hogy egyszerűen semmit nem felejt el abból, amit valaha hallott vagy látott. Máskor úgy tűnt, hogy képességei az egyszerű ember képességeinek határain is túl vannak, de éppen az én hozzáállásom keserítette nagyon el, és okozott neki fájdalmat. Az általunk ismert népszerű emberektől eltérően, aki különleges adottságokkal rendelkeznek, és maguk kerekítik önmaguk köré a titokzatosság és kiváltságosság nimbusát, ő épp ellenkezőleg képességei mechanizmusának feltárásával egész idő alatt azt próbálta megmagyarázni, bebizonyítani, hogy sem benne, sem pedig rajta nincs semmilyen természet fölötti, hogy ő is ember, Nő, és egész idő alatt arra kért, hogy ezt el is ismerjem. Akkor ezt úgy próbáltam megérteni, hogy igyekezte megtalálni rá a magyarázatot: A mi emberi társadalmunkban agyunk azzal foglalkozik, hogy berendezze lakásunkat, megszerezze élelmünket, kielégítse nemi ösztöneinket. Anasztázia ilyen dolgokra egyáltalán nem pazarolja idejét. Az olyan emberek, akik hasonló helyzetbe kerülnek, mint likovék, úgy szintén arra kényszerülnek, hogy teljes idejüket arra használják, hogy élelmet szerezzenek és lakóhelyet biztosítsanak maguknak. A természet nem segít nekik olyan mértékben, mint Anasztázia esetében történik. Különböző emberi törzseknek, megyek a jelenlegi emberi társadalmaktól, távol és elszigetelten élnek szintén nincs ilyen kontaktusuk a természettel. Anasztázia ezt azzal magyarázza, hogy a szándékaik nem elég tiszták. A természet, az állati világ mindezt megérzi. Oh.